Ez a Pápavárosi Televízió híradója szerdán, köszöntöm nézőinket! A decemberben meghozott képviselőtestületi döntést hatályon kívül helyezik. Ennek következtében az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díja nem 5,8, hanem 4,2%-os mértékben emelkedik Pápán. Ennek oka az a törvény, amelyet 2011. december 30-án fogadott el az országgyűlés, és amely a települési képviselőtestületektől 2012. július 1-ével a vízi közműszolgáltatásért felelős miniszter hatáskörébe helyezi a díj megállapítást. Addig a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó árszabáshoz képest legfeljebb 4,2%-os mértékű díjszabás alkalmazható. Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló tavaly decemberben elfogadott helyi rendeletet holnapi ülésén módosítja a Pápaváros képviselőtestülete a hulladékkezelés díjáról szóló rendelettel együtt. Előzetesen a Tapolca Fői és a Borsos-Győri településrészi önkormányzat is elfogadta a rendelet módosításról szóló javaslatot. A legutóbbi képviselőtestületi ülések óta, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, született egy központi jogszabály december 30-án, amely azt írja elő, hogy egyrészt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos díjak nem emelkedhetnek 2012. január 1-e után, másrészt pedig maximálta a vízdíj emelésének a mértékét. Tekintettel arra, hogy a pápai vízdíj emelésének a mértéke meghaladta ezt a jogszabályban előírt határt, ezért csökkentenünk kell a vízdíjat a központi jogszabályban előírt mértékre. Ez bruttó 4,2%. A települési hulladék esetében a folyékony hulladék kezelésének díját érinti a rendeletmódosítás. A települési hulladéknál pedig nem a szilárd hulladékról van szó, nem a személydíjról, hiszen azt nem változtatta a képviselőtestület, hanem a folyékony hulladékról, magyarán a szippantott szennyvízről, tehát ez azokat érinti, akik nem kötöttek rá a csatorna hálózatra. Esetükben a tavalyi áron teljesít a szolgáltató, mondta Pápa polgármestere Tapolca főn a részönkormányzati ülésen. Mind itt, mind Borsos-Győrön támogatják a képviselők a méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. A részönkormányzatok ülésén szó esett helyi ügyekről. Borsos-Győrön járdajavításról tárgyaltak, Tapolcafőn a közvilágítás és a településen átvezető főúton a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő gépjárművek miatti veszélyforrásokra hívták fel a figyelmet, mind a képviselők, mind a lakosok. A vártnál jóval többen voltak kíváncsiak a Tűr István gimnázium tegnap délutáni nyílt napjára, melyet a következő tanévben induló 8 osztályos képzés iránt érdeklődő szülők és gyerekek számára szerveztek. Az alkalmon az intézmény igazgatója és a leendő osztályfőnök Gröber Csilla beszélt a képzés előnyeiről és a jelentkezés feltételeiről. Az egyre népszerűbb 8 osztályos képzésre február 17-éig kell jelentkezni. A Győri Felvételi Központba a tanulói adatlapot, a Tűr Gimnáziumba pedig a jelentkezési lapot kell eljuttatni. Felvételi vizsga nincs, mi azonban szervezünk egy felvételi elbeszélgetést március 1-én és 2-án a jelentkezőknek, ahol szeretnénk egy kicsit jobban megismerni őket, kíváncsiak vagyunk, hogyan tudnak egymással együtt, közösségben dolgozni, egy kicsit jobban megismerjük talán az emberi tulajdonságaikat is. A tervek szerint 30 diákot vesz fel az iskola a kisgimnáziumi osztályba a következő tanévre. A szülőknek az igazgató és a leendő osztályfőnök mutatta be a képzés sajátosságait. Gröber Csilla azt is elmondta, hogy vannak olyan tantárgyak, melyek tananyaga megegyezik az általános iskolákéval, de vannak eltérések is. Így például a történelmet tudnám említeni, ami teljesen más, mint az általános iskolákban. Az általános iskolákban megtanulják 5-től 8-ig tulajdonképpen a magyar és az egyetemes történelmet, és aztán ennek egy bővített változatát tanulják a gimnáziumi osztályokban. Ezzel szemben nálunk egy lineáris tananyag elosztás van, ami azt jelenti, hogy 5-től kezdve sokkal lassabban tanulják a tananyagot, illetve olyan plusz tudással rendelkeznek, amivel az általános iskolások nem, így például a segédtudományokról tanulnak, heraldikáról, zászlótarról, és ez általában nagyon izgatja és érdekli a kicsiket. Gröber Csilla külön kiemelte még a tanulásmódszertan órákat is,
melyek sokat segíthetnek a diákoknak a helyes tanulási szokások kialakításában. A gyerekeknek külön programot szerveztek, a 8 osztályos képzésre járó gimnazisták részvételével. Az érdeklődők betekinthettek a matematika, az angol nyelv és a történelem oktatásba, valamint tanulásmódszertan foglalkozáson is részt vettek a gyerekek. Január 31-e a Pápavárosért érdemérem és a Pápaváros díszoklevele kitüntető címek elismertjeire tett ajánlások beérkezési határideje. Ajánlást tehetnek Pápaváros képviselőtestülete bizottságai, a képviselőtestület tagjai, az önkormányzat tisztségviselői, pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, magánszemélyek, valamint a településrészi önkormányzatok. Az ajánlásokat a képviselőtestület címére a Pápa főutca 12-es szám alá Pápaváros polgármesteréhez kell eljuttatni. A Pápavárosért érdemérem kitüntetésben eddig 7 részesültek. Köztük Csóri Sándor író, Huszár János nyugalmazott pedagógus, helytörténész, vagy Bernd Kappenstein, a német partnerváros, Schwetzingen volt főpolgármestere. Az érdemérem magánszemélyeknek és közösségeknek egyaránt adományozható. A fő szempont az, hogy olyan tevékenységet tudunk ezzel az elismeréssel díjazni, amely pápa hírnevének öregbítéséhez, széles körben történő elterjesztéséhez járult hozzá. A Pápaváros díszoklevele kitüntetést magánszemélyek, közösségek, szervezetek, egyesületek, intézmények kaphatják. Az 1993 és 2011 között elismerésben részesültek száma megközelíti a 60-at. Itt a lényeg az, hogy az ő tevékenységük értékteremtő, kimagasló legyen, és ugyancsak fontos szerepet játszon pápa életében. A kitüntetettek személyére vonatkozó ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség tevékenységének, működésének ismertetését, az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását. Az elismerő címek odaítéléséről Pápaváros képviselőtestülete februári ülésén döntenek. A kitüntető címeket március 15-én adják át. Most pedig lássuk, milyen időre számíthatunk holnap. Tartsanak velünk, az időjárás jelentés következik. A Dunántúlon többnyire derült, száraz idő várható, az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten gyakran erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de a derült szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +3 fok között várható. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán, tartsanak velünk továbbra is, jönnek a közélet eseményei. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!